Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Sarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Veled teljes, ez a Győri Balett új szlogenje, amelyhez új arculat és új logó is tartozik. Idén 45 éves a társulat, az évfordulóról a tradíció és innováció jegyében emlékeznek meg. Új bérlet sorozattal, bemutatókkal, kiállításokkal, beszélgetésekkel és még számtalan meglepetéssel várják az érdeklődőket. Mindezt az alapító Markó Iván gondolata mentén, mely szerint művészetük a közönséggel válik teljes egészszé. Látványos produkcióval kezdődött a Győri Balett rendhagyó sajtótájékoztatója. Idén 45 éves a világhírű együttes, amelyről számtalan különleges programmal emlékeznek meg. Pintér Bence polgármester úgy fogalmazott, a társulat feltette Győrt a világ kultúrájának főszínpadára. Fogalom lett a győri művészet, és fogalom lett Győr a világban ezáltal. Már az első bemutató után azt gondolom, hogy ez megtörtént. Hozzá kell tennem, hogy nem csak Győr kultúrája bővült, de ugye egy oktatási intézménnyel is bővültünk 1981-ben, ugye a Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskola alakult, és azóta is itt van a városban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kívánhatok más, csak még 45 ugyanilyen gyümölcsöző évet. Velekei László igazgató kiemelte, azon szerencsések közé tartozik, aki a 45-ből 26 évet a társulatnál tölthetett, és aki együtt dolgozhatott Markó Ivánnal és Kis Jánossal is. 45 év, 170 bemutató, 192 város, 2854 előadás és több mint 2.211.000 néző. A számokon túl van azonban más is, ami összeköti ezt a több mint 4 évtizedet. Az a Markó Iváni gondolat, hogy a művészetünk a közönségünkkel válik egy teljes egészé. Önökkel válik egy teljes egészé, veletek, veled teljes. Ez a szlogenünk is. A művészetünk, ami természetesen szubjektív, de hiszünk abban, hogy értéket teremtünk, értéket képviselünk, van múltunk, tehát van jövőnk. Tradíció és innováció, ebben hiszek. Ennek jegyében telik majd az ünnepi programsorozat is. Része lesz az Ebédei a táncossal, illetve a Filter nélkül című beszélgetések olyan vendégekkel, mint Kis János, Demcsák Ottó vagy éppen Bombic Barbara. A Gyesef tavasszal balettvonatokat indít, de lesz flashmob, és útnak indul az együttes történetét bemutató vándorkiállítás. November 9-én debütál a Transit, de a Győri Balett egy saját bérletsorozatot is indít. Tiszteletünk jeleül számunkra két igazán nagybetűs művésznek állítunk emléket, Markó Ivánnak és Gombár Juditnak. Ebben a bérletben négy előadást láthatnak, először a Pergüntöt, amely előadáson egy kis meglepetéssel is fogunk szolgálni, utána pedig a Zsizelt láthatják, amely után egy beavató színházi jelleggel közönségünk feljöhet a színpadra és találkozhat a táncosokkal. Lesz egy a Nemzeti Táncszínházzal közös előadásuk is. Az Éva és Ádám koreográfusai Szöllősi Krisztina és Darai Tamás lesznek. A tavaszi bemutatónk, Éva és Ádám előadásunk első része a modern korparadicsomát jeleníti meg, azon belül is a bűnbeesést taglalja. Olyan kérdéseket vet fel, ami elgondolkoztat minket azon, hogy mégis miért vágyik az ember egy tökéletes világban arra, ami nem lehet az övé. A társulat már készül a 20. Magyar Táncfesztiválra, amelynek igazgatója Csepi Alexandra lesz. A 45 éves Győri Balettről látványos kisfilm is készült, amelynek egyes jeleneteit a Győri Nemzeti Színház tetején forgatták. Emelkedett érték mellett az országos átlaghoz hasonlóan Győrben is stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedés Nyíregyházán, csökkenés Kecskeméten tapasztalható. Csökkent ugyanakkor az influenza A vírusának szennyvízben mért örökítő anyaga, az érték egyedül Győrben és Nyíregyházán volt a kimutatási határ felett, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Titkosított platformokat használó drogdílereket fogtak el a rendőrök. A bizonyítékok alapján a 31 és 32 éves férfi 2020 őszétől éveken át a Balkánról szerzett be marihuánát, míg Hollandiából kokaint és több mint 100 000 darab ecstasy tablettát, melyeket aztán hazánkban értékesítettek tovább.
A négy drogdílert a kész előtti rendőrség győri osztálya szervezésében egyszerre fogták el otthonaikban a múlt héten. Budapesten és Pest vármegyében 6 helyszínen csaptak le a rendőrök. Nincs próbaidő, börtönbe kell mennie annak a férfinak, aki életveszélyesen bántalmazta ismerőseit Székesfehérváron. A győri ítélőtábla a győri fellebbviteli főügyészség indítványára súlyosította a székesfehérvári törvényszék ítéletét, melyben a férfira 2 év, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést rótt ki. A vádlott nem csak volt élettársát, hanem a társaságában lévő 2 fiút is bántalmazta az utcán, egyikük életveszélyes sérüléseket szenvedett. A győri ítélőtábla szerint a férfi vétségének minősített cselekménye súlyos testi sértés büntette kísérletésének minősül. Ezért súlyosította a büntetését, mellőzve a végrehajtás felfüggesztését, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. Megnyílt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének győri vállalkozásfejlesztési irodája. A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Innovációs Parkjában helyet kapott iroda célja, hogy a megyében működő vállalkozások napi működését segítsék, akár a Széchenyi Kártya programmal kapcsolatos, vagy más üzleti tanácsadással. Könnyebben intézhetik vállalkozások ügyeit a megyei kis- és középvállalkozások. Pénteken délelőtt nyílt meg ugyanis a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének győri vállalkozásfejlesztési irodája. A szövetség már több mint 20 éve működtett területi irodát a Kisalföldi megyeszékhelyen. Itt kapott most helyet a vállalkozásfejlesztési iroda is, amelyet a Gazdasági Érdekvédelmi Szervezet az egyetemmel együttműködésben hozott létre. A megnyitó eseményen a VOSZ vármegyei elnöke elmondta, a most megnyílt iroda egy találkozási pont lesz a megyei vállalkozók és a szervezet tanácsadói között. VOSZ iroda a vállalkozások sikerességét és fejlődését fogja támogatni a jövőben. Ha már itt a siker szót megemlítettem, akkor muszáj idehoznom a VOSZ alapító Demián Sándor örökös és tiszteletbeli elnökünket is, aki a sikerről oly módon nyilatkozott egyszer, hogy az igazi siker az, hogyha másokat is sikerhez tudunk segíteni. És szerintem semmi más nem szemléltetheti ezt jobban, mint egy ilyen iroda megalapítása, megnyitása, amely a budapesti központból egy ilyen országos hálózat, ilyen érhálózatot alakított ki, és ilyen igazi vármegyei bástyái lesznek ezek a VOSZ irodák, a VOSZ mindennapi életének és fejlődésének. Az érdekvédelmi szervezet társelnöke elmondta, a VOSZ új stratégiájában a vállalkozás fejlesztés kiemelt szerepet kap, akár a Széchenyi Kártya program által, akár más tanácsadásokkal. Barabás Tamás kiemelte, az irodának azért is van nagy jelentősége, mert a vállalkozóknak továbbra is rendkívül fontos a személyes kapcsolattartás. Nekünk is meglepetés volt az, hogy a mai KKV-k továbbra is igénylik a fizikai kapcsolatot, az, hogy beszélgessünk velük, tanácsadást kapjanak. Azt hittük, hogy a COVID után majd ugye beáll egy olyan rendszer, amikor csak online tanácsadás és online egyeztetésekre lesz igény, mindenki rohan a világban. Ennek ellenére, amiket készítettünk, megalapozó tanulmányokat, felméréseket, személyes tanácsadásra ugyanúgy mutatkozott igény. Éppen ezért ez is indokolta azt, hogy személyes tanácsadó hálózatot alakítsunk ki a VOSZ részéről. Ez a tanácsadó hálózat hivatott majd helyben a vármegyei vállalkozóknak, a VOSZ tagjainak és nem tagjainak a problémájára megoldást keresni. A VOSZ főtitkára rámutatotta, a szervezet akkor tud jól működni, ha a vállalkozások napi működését tudják segíteni, ebben pedig példaértékű, ahogy a VOSZ és a vállalkozók közösen együtt tudnak működni. Ezekhez szolgáltatások kellenek. Korábban is indultunk ilyen szolgáltatásokkal, már megpróbáltunk kiegészíteni szolgáltatásokat. Ugye a legnagyobb szolgáltatásunk, vagy a legjelentősebb ez a Széchenyi Kártya program, amely ugye 22 éves, szintén Demián Sándorhoz köthető, a Demián Sándor kellett hozzá, de a vállalkozások is kellettek hozzá. Mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy miért olyan sikeres a Széchenyi Kártya program, hogy lehet, hogy több, hogy mennyi, hány kormányzati ciklust átívelt, ugye mindig megvolt a kamattámogatás, mindig megvolt az állami garanciatámogatás, mindig mögé tudott állni a kormány. Ez nem azért van, mert mi olyan ügyesek vagyunk, hanem azért, mert a vállalkozók kitartanak. Azért jók ezek a termékek, mert folyamatosan visszajeleznek a vállalkozók, hogy hogyan kéne, milyen hitelre lenne még szükség. Nyilvánvalóan kell egy erős szövetség ehhez, és amelyhez artikulálja, és kell egy kormányzat, amelyhez meghallja. A szervezet a győri mellett már további 13 vármegyeszékhelyen működtet vállalkozás fejlesztési irodát, és az év végéig további 4 megnyitását tervezik. Ezek mellett országszerte 27 városban végeznek a Széchenyi Kártya programmal kapcsolatos tanácsadást és ügyintézést.
megnyílt a Győri Széchenyi István Egyetem, annak a nemzetközi programnak az irodája, amely a vállalkozások és startupok amerikai piacra történő belépésének egyik legfontosabb eszköze lesz, de az oktatói és diákcsere programok bővítését is támogatja. Tevékenysége Floridára összpontosít, amely kiemelkedő szerepet játszik az automotorsport, az űrkutatás, az élettudományok, a technológiai innovációk és az orvosi eszközök gyártása területén, így ideális környezetet kínál a magyar cégek globális terjeszkedéséhez. Lemondtak tiszteletdíjukról György Szemere önkormányzati képviselői. Horváth Gyula polgármester az októberi alakuló ülésen javasolta a korábbi évek gyakorlatának folytatását, amit egyhangulag szavazott meg a testület. A 6 képviselőnek járó elméleti tiszteletdíj összege egy évre 1 millió forint, melynek közcélú felhasználásáról később hoznak majd döntést. Kedves nézőink, ez volt ma a híradó itt az Oxygen Musicon. A zenék mellett majd újabb érdekes beszélgetéssel várjuk Önöket. Ha lemaradnának róla, akkor keressék ezt a műsort is magazinjaink között a honlapunkon, gyorihírek.hu címen. Én pedig nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, nagyon kellemes és szép estét kívánok mindannyiuknak, az egész heti kitartó figyelmüket köszönöm, hétfőn ismételten várom majd Önöket, addig pedig búcsúzom, viszontlátásra. Szombaton a Dunántúl még megnövekszik a fátyol felhőzet, csapadék azonban nem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, hajnalban pára kötfoltok alakulhatnak ki. A legalacsonyabb hőmérséklet -3, +9 fok között várható, délutánra 13 és 18 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap országszerte derült, száraz, napos időnk lesz. A reggeli órákban 7, délután 16 fokra számíthatunk. Hasonló időre készülhetünk hétfőn is, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.